Mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadasha, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végigmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja! Kezdjük a rómaiakhoz írt levelének első fejezetével, mely így kezdődik. Pál, Saul, Jehusach, másiáknak szolgálja, elhívott apostol, elválasztva Elohim evangéliumának jó hírének hirdetésére. Ugye Saul, emlékszünk arra, amikor apostolok 9-es fejezetben Jehusach másiák személyesen hívta el a Damaszkuszba vezető úton Sault, hogy hirdesse a jó hírt a pogányok között, a jó hír pedig nem más, mint az, hogy amennyiben valaki követi az instrukciókat, a Torát, a parancsolatokat, a rendeléseket, akkor üdvözül. Elsősorban Izraelnek szól ez természetesen, és az elveszett nyájnak, és utána az egész világon mindazoknak, akik hajlandók így élni. Ez a jó hír. Erről is számol be egyébként a következő két verszak, melyet eleve megígért az ő profétái által a Szentírásokban. Természetesen erről szól az egész könyv, hogy el fog jönni a megváltó, aki nem csak, hogy visszatereli Izraelt a helyes útra, és egyesíti az észak és déli királyságot, de az egész világon elterjeszti magát a jó hírt, hogy aki a parancsolatok szerint él, az üdvösséget nyer. Az ő fia felől, aki Daud, Dávid magvából lett. Ez szerint ugye Jehusach másiák Dávid vérvonalából származik. Aki megbizonyítatott hatalmasan Elohim fiának a szentség lelke szerint, halálból való feltámadás által a mi urunk Jehusach másiák felől. Ugye a bizonyíték arra, hogy ő Elohim fia, az maga a feltámadás, a halálból való feltámadás, mely a szentség lelke, a Szentlélek, a Ruach HaKodesh segítségével volt elérhető és valósult meg. Ötös, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért minden pogányok között az ő nevéért. Ugye ő általa kapott mindenki kegyelmet a múltban elkövetett bűneiért, és élhet úgy, ahogyan egy apostol engedelmesen az ő parancsolatainak, melyek nem mások, mint Elohim parancsolatai, hiszen hitből cselekszik, és a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Ez az, amiről az ötös vers szól, és az összes írás a Saulnak. Amennyiben valaki hisz, az engedelmességben nyilvánul meg, az engedelmesség pedig cselekedeteket jelent. Arról beszél, hogy ő egyike ezeknek az embereknek, akik elhivatottak és terjesztik a jó hírt a pogányok között, akikhez most szól ebben a levélben, hiszen ezek az emberek itt Rómában, Jehusach másiákhoz voltak elhívva. 7. Mindeneknek, akik Rómában vagytok, Elohim szeretteinek, hivatalos szenteknek kegyelem néktek és békesség Elohimtől, a mi atyánktól, és Adonai Jehusach másiáktól. Ugye a rómaiakhoz ír, akiket Elohim hívott magához, ahogy népe legyen, hiszen a szentek ugye az ő népe, elsősorban természetesen az izraeliták, akik szét voltak szórva mindenfelé a világon, másodszorban pedig minden más nemzet, akik ezen az úton szeretnének járni, engedelmesen a hitben. És érdekes az is, hogy azt írja, hogy kegyelem és békesség Elohimtől, ami atyánktól, és Adonai Jehusach másiáktól. Tehát két külön karakterről beszél, mivel két külön karakterről van szó. És nem is említi azt, hogy lenne egy harmadik. 8. Először hálát adok Elohimnek, Jehusach másiák által minnyájatokért, hogy a ti
hiteteknek az egész világon híre van. Ugye itt felvázolja azt, hogy hogyan kellene nekünk a Teremtőhöz fordulnunk. Hálát ad Elohim neki, Jehusa HaMásiák által, hiszen ő az a mennyei főpap, aki közben jár értünk a Teremtőnél, Jahuánál, ezért mi is így fordulunk hozzá. Kettő két külön karakter, és Jehusa HaMásiák betölti a mennyei főpap szerepét, ő rajta keresztül jutunk el Jahuához, és ugye megdicséri a rómaiakat, hogy a hitüknek híre van az egész világban. 9-es vers, mert bizonyságom nékem Elohim, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, jó hírében, hogy szüntelen emlékezem felőletek, imádkozásaimban mindenkor könyörögvén vajha egyszer már jó szerencsés út adodnék nékem Elohimnek akaratába, hogy hozzátok mehessek. Terjeszti ugye Jehusa HaMásiák jó hírét, ami természetesen, ahogy már említettem korábban, az, hogy Izrael visszatérhet a szövetségbe, azok után, hogy elvált tőlük Jahua, és minden más nemzet, aki a parancsolatok szerint él, részese lehet ennek a szövetségnek. Ez maga a jó hír. Akkor és amennyiben az ember hit által engedelmesen követi a Tora instrukciókat. Ugye arra kéri Elohimet, hogy adjon neki lehetőséget, hogy eljusson személyesen is Rómába. Ne csak levelekben tudjon kommunikálni, mert 11-esben kifejti ezt, mert kívánok titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azért, hogy ugye együtt működjenek, és fizikálisan is együtt lehessenek, és egymást erősítsék. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek, meg az enyém által, és egymást erősítsék a hitben, hogy személyesen tudjanak találkozni. 13. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt is. Ugye ő már eltervezte, de ez még nem valósult meg, hogy ugyanúgy eljusson hozzájuk, mint ahogy én eljutottam többi gyülekezethez. 14. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Mindenkinek, aki részt akar venni ebben a szövetségben, azokhoz mindhez szól. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok evangéliumot hirdetni. Ugye ő megtesz mindent tőle tehetőt, és a jó hírt eljutatja bárhová, ahol az emberek fogékonyak erre. 16. Mert nem szégyellem a másiák evangéliumát, mert Elohimnek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, Jahudimnak, zsidónak először, meg görögnek. Hogyha értelmezzük a jó hírt úgy, ahogyan azt kell, és megértjük azt, hogy ez a Tora instrukciók szerint való élet, a parancsolatok követése, nem csak a hit spirituális értelemben, hanem gyakorlatban megvalósulva. Az összes parancsolat, melyet a Tanákban, az Ószövetségben olvashatunk, mind a mai napig érvényes, természetesen az állat áldozatok kivételével, de ebben most nem megyünk bele. Ez jelenti az evangéliumot. Ez Elohim hatalma, hogy az, aki ezen az úton akar járni, az követi ezt az utat. Ez a hatalom Elohimnak. Nem az, hogy valaki mondogatja, hanem az, hogy úgy él. És ez jelenti az üdvösséget minden hívőnek, hiszen ez által jut el majd a végén Elohimhez, hogy ő így él. Nem csak ezt mondja, vagy gondolja, vagy ábrándozik róla. Természetesen először a Jahudimnak, a Júda törzsének, a déli királyságnak szól, aztán pedig az északi királyságnak, az izraelitáknak, és tágabb értelemben mindenkinek, aki ezen az úton jár. 17. Mert Elohimnek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Az igaz ember pedig hitből él, ez ugye Habakuk 2:4. Egy idézet onnan. Természetesen Elohim igazsága jelenteti ki
a jó hírben, hiszen az Elohim igazsága nem más, mint az ő parancsolatai, a Tora, az instrukciók és az az szerint való élet. Ez, erről beszél. Sajnálatos az, hogy az emberek a mai gondolkodásmód szerint értelmezik a fogalmakat, mint a hit, mint az igazság, hiszen ő nyilvánvalóan zsidókhoz beszél elsősorban, ugye Yahudimhoz, másodszorban pedig izraelitákhoz, akik tisztában vannak legalább az alapokkal, hogy mit jelentenek a bizonyos kifejezések. Értsük meg azt, hogy az igazság vagy a hit számukra nem azt jelentette, mint nekünk, hogy valaki felüti a szótárt, és akkor ott kap egy homályos definíciót erre. Ők tisztában voltak vele, hogy az igazság, a hit, a szeretet, a szolgálat, ez mind-mind Elohim parancsolatait jelenti, és az az szerint való életet jelenti. Ezért nem mondja el minden egyes alkalommal újra, hanem visszautal arra a könyvre, ami a Tanákban van, az úgynevezett Ószövetségben, amit mindenki már ugye ki akar dobni. Ennek ellenére ő még mindig használja ezt, hiszen az igaz ember hisz abban, hogy Elohim teljesíti az ő ígéretét, és ezért úgy él, hogy elnyerje az üdvösséget, hiszen bízik a Teremtőben, és az ő parancsolatai szerint él, nem mondogatja, hiszen úgy nem lenne értelme az egésznek. 18. Mert nyilván van Elohimnek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Megint csak, mi az igazság? Az igazság az ő szava, hamisság pedig az, aki az ellen cselekszik. Hitetlenség az, aki vagy nem hisz Elohimben, vagy pedig nem hisz abban, hogy ő megcselekszi azt, amit megígért, vagy pedig egyáltalán más úton jár. Erről beszél itt, hogy Elohimnek a haragja azok ellen van, akik nem hisznek, vagy akik az ő parancsolatai ellen cselekszenek. Ugye az igazságot feltartóztatják hamissággal, akik azt hirdetik, hogy már nem kell betartanunk a parancsolatokat. 19. Mert ami Elohim felől tudható, nyilván van ő bennük, mert Elohim megjelentette nékik. Mert ami Elohimben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és igazsága, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik úgy, hogy ők menthetetlenek. Annak ellenére, hogy minden, ami megtudható Elohimről, itt most azokról van szó, akik nem hisznek, a hitetlenekről, minden megtudható Elohimről, hiszen megjelentette nekünk. Hogyan is? Úgy, hogy bár láthatatlan maga Elohim, az ő örökkévaló hatalma és igazsága látszik azokban a dolgokban, amik körülvesznek minket. Mindaz, amiben, ahol élünk, mindaz Elohim teremtése. Ez a bizonyíték az ő hatalmára és igazságára. Plusz a könyv, amiben leírta, hogy mi az igazság szerinte. Úgyhogy minden adott számunkra ahhoz, hogy higgyünk benne. Ennek ellenére vannak, akik menthetetlenek és nem hisznek. Miért? Mert bár Elohimet megismerték, mindazáltal nem mint Elohimet dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, mert tudták, hogy van, mert látták mindazokat a dolgokat, amiket teremtett, azonban nem ismerték el, és nem dicsőítették az ő cselekedeteit, és hálát sem adtak azért, ami nekik jutott, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívek megsötétedett. Az okoskodásaikban ez a mindenféle teóriák, mint például az, hogy Saul egy hamis proféta, vagy hogy ő a törvény ellen beszélt, vagy hogy már nem kell a törvényeket megtartanunk, vagy a teológia, vagy a filozófia, vagy a logika, vagy a tudás, állandóan a tanulás, a diplomák, ezek a dolgok mind az okoskodás kategóriába tartoznak. Ez hiába valóvá teszi az embert, és az ő ostoba szíve megsötétedik ez által, hogy nem az igazságot hirdeti az, ami le van írva a könyvben szó szerint, hanem mindenféle más dolgokat találnak ki az emberek. Erről beszél itt. Magukat bölcseknek valván, balgatagokká lettek. Mindazok az emberek, akik az írás ellen beszélnek, vagy ezeket a buta teóriákat terjesztik, ezek mind bölcsnek gondolják magukat, és ezáltal ostobává lesznek.
és az örökkévaló Elohimnek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával. Ez mindaz, amit ugye a különböző vallások egyrészt imádnak, tücsköd bogarat, meg a szent tehenet, akkor a felemelkedett mestereket, és sajnálatos, hogy ezt kell mondanom, de Jézus Krisztus, mint Istent, aki eltörölte a parancsolatokat, Buddhát, vagy Visnyút, vagy mit tudom én, a Skarabeusz bogarat, teljesen mindegy, ez mind-mind erről van szó. Ezeket említi itt meg Saul. 24. Annak okáért adta is őket Elohim szíve kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Ez ugye az, ami ma történik a világban. Ez az erkölcstelenség, egyrészt a paráznaság, másrészt pedig természetesen minden, ami a férfi-nő kapcsolaton kívül történik, az egész homoszexuális megnyilvánulás és annak a különböző elfajzásai, ami a világban most egyelőre uralkodónak tűnik. Elhagyja Elohim azokat, akik nem ismerik, nem dicsőítik, nem adnak hálát neki, annak ellenére, hogy minden bizonyíték ott van előttük. Elhagyja őket, és ezért ezek az emberek így a tudatlanságukban és a tisztátalanságukban mindenféle erkölcstelen dolgot elkövetnek, hiszen nincsen meg az az iránytű az ember életében, ami a Tora, az instrukciók, az ő parancsolatai. Ezért az ember a saját feje után megy, és elfordul tőle Elohim, és annak ez az eredménye. 25. Mint akik Elohim igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgot tisztelték, mint az ember maga, akár önmagunk, akár csak az ember, mint emberiség, akár a fák, a természet, az állatok, az ember családja, teljesen mindegy, minden más, amit az ember Elohim elé helyez, az mindebbe a kategóriába tartozik. A teremtett dolgot tisztelték, és szolgálták a teremtő helyet, aki mindörökké áldott, amén. Tehát ezek az emberek, akik elfordulnak Elohimtől, ezek elvesztik a világban azt az erkölcsi iránytűt, amit az ő parancsolatai jelentenek, az összes parancsolata. Ugyanúgy ehetne az ember, ahogyan Elohim meghatározta, semmi baja nem lenne, sőt, egészségesebb lenne, azonban elfordult tőle, minden más utakon keresi az igazságot, és ezáltal bölcsnek hiszi magát, mert elolvast X könyvet a táplálkozásról, és még mindig a végén azt hiszi, hogy a garnéla rák az egészséges, így lesz balgataggá valaki. A másik az, hogy minden más elismer az ember, akár az univerzumot, amire semmiféle bizonyítéka nincs, hajlandó elhinni az univerzumot, az UFO-kat, a Big Bang-et, mindent, bármit, teljesen mindegy, csak azt nem, amit a saját teremtője előért neki. 26-os versben kifejti azt, amit a homoszexualitásról mondtam, és az erkölcstelenségről, és erről az utálatosságról. 26. Annak okáért adta őket Elohim tisztátalan indulatokra. Az ugye, hogy az ember nem tud parancsolni, legalábbis a legtöbb embertársuk nem tud parancsolni a fizikális vágyainak, legyen az evés, legyen az ivás, ebben az esetben természetesen a szexuális dolgokról van szó, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természet ellenesre. Ez ugye a leszbikus életstílusra utal. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszony népe való természetes élést, ez ugye a homoszexualitásra utal, egymásra gerjedtek bujaságukban férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévegésüknek méltó jutalmat elvevén önmagukban. Büntetés ez a fajta életstílus, amit ugye az LGBT mozgalom, vagy ez a mindenféle aberrációk, mint a homoszexualitás, vagy a transznemű dolog, vagy bármi, ez mind-mind a büntetése annak, hogy az ember nem hajlandó a teremtő útján járni. Ő elfordul tőle, és engedi az ellenségnek, hogy az elterelje, és erre, amit ugye Saul fertelmes dologként fogalmaz meg, ugye ami utálatosság, egy aberráció,
Elohim előtt erre az útra téved rá az ember. Természetesen nem mindenki jut el erre az útra, azonban így vagy úgy, aki letér az útról, az tisztátalanná válik. Teljesen mindegy, hogy ő a szexualitásban, vagy az étkezésben találja meg, vagy a báványimádásban, de mivel elhagyja az utat, ezért ő el fog tévedni. 28. És amiképpen nem méltatták Elohimet arra, hogy ismeretökben megtartsák, tehát hogy megemlékezzenek róla, nem méltatták arra, hogy megemlékezzenek róla, sőt, őt dicsőítsék, hálát adjanak neki, azonképpen odaadták őket Elohim méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgot cselekedjenek. Elhagyta őket Elohim, és hagyja, hogy az ellenség ugye eltérítse mindazokat, akik nem a keskeny úton járnak, azok mind-mind az ellenség útján járnak, az pedig egy utálatosság, erkölcstelenség és aberráció lesz a vége. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, ami ugye a gonoszság nem más, mint törvénytelen életmód, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz elkölcsel. Mindaz, amit Elohim utál, ezeknek az embereknek a sorsa lesz. Lehet, hogy nem mindegyiknek mindegyik, teljesen mindegy, hogy tél el az ember a keskeny útról, aki nem követi az instrukciókat, a torát, a parancsolatokat, az óhatatlanul is bűnt fog elkövetni, ezeket sorolja föl itt. Hiszen minden bűn, ami nem a torával harmóniában történik, az instrukciókkal harmóniában történik. Ezért sorolja föl ezeket a dolgokat, mint a susárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, azaz ostobák, összeférhetetlenek, akik mindig a viszályt keresik, szeretet nélkül valók, ugye a szeretetről már beszéltünk, több órát töltöttünk azzal, hogy mi a szeretet, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Ezek mind-mind annak a következménye, hogy az ember nem az instrukciók szerint él, hiszen aki nem az instrukciók szerint él, az valahogyan bűnt fog elkövetni. Ezek pedig mind-mind ezek a bűnök. Ezért sorolja fel Saul. Egyértelművé teszi mindenkinek, hogy ő a törvények mellett foglal állást. Csak nem azt mondja, hogy kövesd a parancsolatokat, hanem egy más módon fogalmaz. Ezért írják azt róla, hogy nehéz megérteni. Ő nem a törvény ellen beszél, csak más oldalról közelíti meg. Felsorolja mindazt, ami bűn, hogy tudjuk, hogy szükséges a parancsolat. Az egész római egyes erről szól, hogy a parancsolatok szerint kellene élnünk. 32. pedig így zárja, kik jól lehet Elohim végzését ismerik, tehát ilyen vagy olyan módon mindenki tudja, hogy bűnt követel, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halára, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Tehát ezek az emberek tudják, hogy mi lenne a helyes út, tudják, hogy rossz úton járnak, ennek ellenére csinálják, és nem csak csinálják, hanem támogatják egymást ebben az életmódban. Erről szól Rómaiakhoz 1-es. Remélem, hogy érthető mindenki számára, hogy Saul mindvégig következetesen a parancsolatok mellett foglal állást, csak egy másik oldalról közelíti meg azt. Nézzük meg, hogy mennyiszer utal magára a parancsolatokra. Tisztátalanság eleve arra utal, tisztátalanság minden dolog, ami tisztátalan teszik az ember, de például a nő a menstruáció idején tisztátalan. De számtalan más, a férfi is, és a nő is a szexuális együttlét után a különböző testnedvek miatt tisztátalan. Számtalan más példa van a tisztátalanságra. Csak akkor érthetjük, ha ismerjük a parancsolatokat. Nem arra gondolod, hogy valaki nem mos kezet, vagy koszos a ruhája, hanem a parancsolatokra utal vissza, hogy tisztátalan. Nem csak az az életmód, amit ezek az emberek elkövetnek, hiszen ez az életmód is tisztátalan, és törvénybe ütközik. Melyik törvénybe? Elohim törvényébe. Nem a 10 parancsolatba, hanem 3 Mózes 18, 19, 20, 21, ahol leírja, hogy hogyan kellene a nemi életet élni. Itt írja le, hogy a homoszexuális életmód az egy bűn. Ez így utal vissza. Csúszómászó, állatok, stb. Visszautal a báványimádásra és a faragott képekre.
elmondja egyértelműen azt is, hogy ostobák, hiszen az ő saját fejük után mennek, és nem azután, amit Elohim parancsolt neki. Az ő igazságát, ami az ő szava, hazugságá változtatják, tehát nem követik a parancsolatokat. Ugyanúgy leírja, hogy a nők a leszbikus életmódot folytatják, ismét megismétli a férfiak homoszexuális életművet. Ez is a törvényekre vonatkozik. Utána felsorol legalább, nem is tudom mennyi ez, de paráznaság. Csak akkor ismerjük a paráznaságot, ha ismerjük a törvényeket, hiszen az határozza meg, hogy mi a paráznaság. Ezzel is a törvényekre utal. Gonoszság. Gonoszságot nem gonoszság nem az, hogy az ember nevet azon, amikor elesik valaki az utcán. A gonoszságot arra érti, hogy valaki nem a törvények szerint él. Kapzsiságot meghatározza szintén ott, hogy mit jelent az. Rosszaság nem azt jelenti, hogy egy gyerek rosszalkodik az utcán. Nyilván ezek mind arról szólnak azokról, amit a törvény meghatároz, hogy hogyan kellene élnünk. Ezekre utal vissza, de nem magyarázza el mindet, mert akkor 100 000 oldal lenne a levele, hogyha mindet újra el kellene magyaráznia. Hanem természetesnek veszi, hogy azok az emberek, akik olvassák a gyülekezetben, olvasni fogják a Tanákot, azt az Ószövetséget, akit már a legtöbb ember nem olvas, és abból majd elmagyarázzák nekik az ottani tanítók, hogy mit is jelentenek ezek a dolgok. Nem az értelmező kéziszótárt veszik el, hogy szerintünk mi a dicsekedő, vagy a rosszban mesterkedő, vagy a dőfös, hanem visszamennek Elohim szavához, és megkeresik. Dicsekedő, ugye a kevéhez, ez mind a büszkeségre utal. Elmondja, ugye, példabeszédek 6-os fejezetben, ez példabeszédek 6, elmondja, hogy mi az, amit utál Jahua, és itt leírja 6 dolgot, utál 7 az utálat, kevés szemek, hazug nyelv, ártatlan vértontó kezek, álnok gondolatokat forraló elme, gonoszra siető lábak, hazugság lejelő hamis tanú, aki szerez háborúságot az atyafiak között. Nézzük meg, hogy mit ír római. Kevélyek, dicsekők, ezzel kezdi ott, rosszban mesterkedők, akinek a lába, ugye, gonoszra siettséggel futó láb, erre utal a rosszban mesterkedők. Engedetlenek, ez benne van a parancsolatokban, hogy tiszteld atyádat, anyádat. Utána később leírja ugyanúgy 3 Mózes, 4 Mózes, 5 Mózesben újra, hogy hogyan viselkedik az ember a szüleivel. Összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók. Ez mind az, aki háborúságokat szít az atyafiak között. Irgalmatlanok, engesztelhetetlenek. Ezek azok, akik nem bocsátanak meg a többieknek. Annak ellenére, hogy Jehusá HaMásiák elmondta, hogy 7-szer, 70-szer, 7-szer bocsásson meg az ember, hogyha megbántja őt a fele barátja. Ugye egyértelmű, hogy ő a parancsolatokról beszél. Ismerik Elohim végzését. Mi Elohim végzése, ha nem a parancsolatai? Hogy mondhatja valaki, bárki is, ezek után, hogy Saul a törvények ellen beszél, mikor mindvégig arról beszél, hogy Elohim végzését ismerik. Mi Elohim végzése? A Tora, ami a Tanakhban van, ami az Ószövetség. A Mózesi törvények és az összes többi 600 törvény, amit az felvázol. Akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra. Nem ő találja ki most, hogy az, aki rosszalkodik, vagy aki gonoszul néz valakire, az méltó a halálra. Aki ismeri a végzést, és nem úgy cselekszik, tehát szándékosan bűnt követel, az méltó a halálra, hiszen azt nem fogja Jehusá HaMásiák vére megtisztítani, hiszen nincsen a szándékos bűnért engesztelés. Nem csak cselekszik azokat, hanem egyet értenek azokkal, akik csinálják. Egymást bíztatják ezek az emberek. Nagyon remélem, hogy mindenki számára érthető az, amit szerettem volna ezzel mondani. Tovább fogjuk folytatni a következőben a többi fejezetet, azonban mindegyik ugyan erről szól. Kövesd a parancsolatokat, és hittel csináld teljes szívedből, lelkedből és teljes erődből, és akkor jutsz el a királyságba. Ezt hirdeti Saul, ugyanúgy, ahogy az összes többi apostol. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt.
Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!